Új klubtagokat toboroz a Lapátolna Sárkányhajó Klub. Az egyesület nem csak a versenysport szerelmeseit, hanem a kikapcsolódni vágyókat is sok szeretettel várja. Azért hirdettük meg ugye ezt a Sárkányhajó napot, hogy egy kicsit megismertessük magát az egyesületet is, és magát a sportágat is. Tekintve, hogy milyen szép környezetben vagyunk, és általában egy nagyon jó közösség szokott erre összejönni, aki szabadidő szinten szeretnék ezt űzni, de rengetegen vannak, akik például komolyabban is gondolják, és világversenyekre is ki szeretnének jutni, és sikerül is nekik, és mi mindenkinek próbálunk lehetőséget adni Tolnán és a város környékén. 2006 óta működik az egyesület. Jelenleg egy kicsit megcsapant a járvány miatt ugye a létszámunk, ezért is tartjuk a népszerűsítő eseményeinket. 15-20 fővel rendelkezünk nagyságrendileg, próbálunk minél több versenyen, minél több városi rendezvényen is itt lenni, tekintve most nem soká lesz ugye a Bárka Fesztivál, azon is részt szeretnénk majd venni, sőt részt is fogunk venni egy evesztetéssel szintén, illetve egy esti fáklyás felvonuláson is. A sárkányhajó versenyek közül többféle is létezik, de mindegyik hasonlít abban, hogy a leggyorsabban evező csapat győz a végén. Ennek megfelelően választják meg az edzéseket is. 6 hajó, amiben 20-20 ember van mindegyik hajóban, elől a dobos, ő figyel az első evezősökre, hátul pedig a kormányos, ő irányítja magát a csapatot és az, hogy merre menjen a hajó. Többfajta versenyzési lehetőség is van. A hosszú távú versenynél például egymást üldözőzik a sárkányhajók, 6 sárkányhajó egymást üldözi, és az a célja, hogy minél kevesebb idő legyen a két hajó között, a rövid távonál pedig egyértelműen, aki először beér, az lesz az első is sorrendbe. Az újaknak meg kell mutatni a helyes technikát, a helyes ülésmódszert, mert az sem mindegy, hogy melyik lábunkat hova rakjuk, és ezeket ugye szépen lassan kell beszoktatni őket. Magába a sárkányhajóba is az, hogy egyáltalán vízen vannak, hogy billeg, hogy kicsit bizonytalan maga a hajó is. De ezen kívül rengetegszer kifejezetten távokat megyünk, keményen vagy lazán, sokszor egyébként túrázunk is, az kifejezetten az a baráti, családi rendezvény, de magára a versenyekre viszont próbálunk minél nagyobb bedobással készülni. A hajót alkotó csapatban az evezősökön kívül egy dobos és egy kormányos is tartózkodik. Igazából egyedül a kormányos az, ami a legfontosabb, mert ő a csapatkapitány, ő felel a hajóért, ő irányítja, ő tudja, hogy merre kell menni, és benne kell, hogy megbízzanak nyilván az evezősök. Ráhallgat mindenki egy versenyen, volt olyan verseny, ahol egy kormányos azt mondja, hogy meg kell állni, akkor ott meg kell állni, tehát ez muszáj ráhallgatni. A dobos pedig sok hiedelemmel ellentétben nem az ütemet adja, hanem ő figyel az első kettő evezősre, akik az ütemet adják, mert ők tudják, hogy hogyan megy jól a hajó, ők tudják, hogy hol állunk jelenleg. Ezen kívül mindenki egyedül egyébként magában a hajóban. Úgy örülnénk, hogyha minél többen jönnének sárkányozni, akár csak kipróbálni, mert szerintünk egy nagyon jó élmény, nagyon jó csapat összetartó családi rendezvény, vagy akár munkahelyeket is szívesen viszünk el és evesztetünk. Van olyan, aki a kikapcsolódás miatt csatlakozott az egyesülethez, van, aki családtagjai révén szerette meg ezt a sportot. Én szerintem a sárkányhajózás nagyon jó élmény. Nagyon jó, hogy a csapat összetartása, meg ahogy billeg a hajó. Azért jöttem a sárkányhajózáshoz, mert így itt van anyukám is, és anyukámmal nagyon jó együtt evezni. Aki kedvet kapott az evezéshez, vagy csak jó társaságban szeretne eltölteni egy kis időt, az nyugodtan csatlakozzon a Lapátolna Sárkányhajó Klubhoz.